Évkezdés a maristásoknál, digitális oktatás a Gimiben, évértékelés Szepesi Tibor polgármesterrel, óvatosan az utakon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 14-én 18 óra 5 perckor. A 2021-es évet gyógyultan, teljes létszámban kezdték, mondta Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista általános iskola igazgatója, aki arról is szólt, hogy a szülőket tájékoztatták a járványügyi szabályokról, hiszen volt egy hét leállás. Az elővigyázatosság érdekében most már tanórákon is kötelező a maszk használata, a beléptetésén is szigorítottak. Iskolánkban, hál' Istennek, mindenki szinte teljes létszámmal jelen van. Úgy kezdtük a tanévet, úgyhogy reméljük, valóban egy boldog új évet kezdünk, egy 21-et. Már az új év első napján köszöntöttük egymást, ugye most már a digitális oktatás miatt nagyon szoros a kapcsolata a szülőkkel, a gyerekekkel, úgyhogy már az első nap köszöntöttük egymást. Küldtük ki a tájékoztatókat a járványügyi szabályokról, hogy úgy érkezzenek a gyerekek, nyilván arra még vigyáznunk kell, amíg a védőoltást mindenki meg nem kapja, addig fönnmaradnak a járványügyi szabályok. Nagyon örülünk, hogy jöttek a gyerekek, már nagyon hiányoztak nekünk. Ugye nekünk volt egy hét leállásunk, amikor többen betegek lettek, és utána a fertőtlenítés után már nem volt betegünk, és hál' Istennek úgy érkeztek most vissza a gyerekek, tehát a kollégáim is, hogy teljes létszámmal kezdtünk. A tesztelésen is részt vettek a kollégák, több mint 70%-a, és hál' Istennek nem negatívak, de a tesztjük az negatív lett. Úgyhogy pozitívan indítjuk az évet. Nagyon reméljük, hogy a továbbiakban is avval, hogy tartjuk a higiéniai szabályokat, a maszkviselés most tanórán is, egyedül az elsősök kivételek, akik levehetik, és a folyosón kell, hogy használják a maszkot, de alapvetően most már a tantermekben és a tanórákon is használjuk a maszkot, hogy elővigyázatosak legyünk. Nálunk október 1-je óta ugyanez a beléptetés van, tehát a hőmérsékletmérés az ugyanúgy megmaradt, illetve nyilvánvalóan, hogyha valaki olyan érkezik hozzánk, aki külön engedéllyel bejöhet az intézménybe, akkor őről a feljegyzést készítünk nevével, telefonszámával, hogy visszakereshető legyen. De úgy gondoljuk, hogy a fertőtlenítés a hadsereg által nekünk sokat segített, a honvédség által, abban, hogy megőrizhessük az egészségünket. Úgyhogy ezúton is köszönjük nekik ezt a lehetőséget. A következő hetekben még van lehetőség javításra. A jegyekről decemberben a szülőket is tájékoztatták. Decemberben mi mindenkinek minden évben kiküldjük a tájékoztatókat a szülőknek is, december elején, illetve a gyermekekkel is mindenki, minden osztályfőnök külön megbeszéli azt, hogy mely tantárgyból kellene még javítaniuk, hol áll úgy a helyzet, hogy kicsit vészes lehet, és akkor szorgalmi házi feladatok, felkészülések, egyéni munkák segítségével még azokon lehet javítani. Most még egy új munkatársunk segítségével, pedasszisztensként korrepetálásokat is iktattunk még be, ahogy mindenkinek sikerüljön a fél év is, és ne úgy menjen a második fél évre ne úgy kezdjen, hogy esetleg kudarcként éli meg az első fél év teljesítését, hisz nagyon sokan voltak betegek, valóban betegek több alkalommal, illetve mi is kértük és be is tartották a szülők azt a járványügyi szabályt, miszerint nem küldték el a gyerekeket, hogyha betegek voltak, ha panaszuk volt. Inkább óvatosak voltak, mint hogy esetleg ők okozzanak fertőzést. Továbbiakban még segítjük a gyerekeket avval, hogy a felzárkóztató foglalkozásokon is, a tanulószobákon 4 óráig minden esetben segítséget tudunk nyújtani a felkészüléshez, és a szülőkön is azt látjuk, hogy társak a gyerekek felkészítésében. Nyilván vannak tanulóink, akik kicsit nehezebben boldogulnak, vagy nem is annyira motiváltak, őnekik is megpróbáljuk megkeresni azt az érdeklődésüket, amivel egy kicsit tudjuk őket motiválni és teljesíteni tudnak. Úgyhogy hajrá van valóban! A nyolcadikosokat is segítik a pályaválasztásban, októberben még megtarthatták zárt körben a fórumot, ahol gyerekként egy szülő is ott lehetett, és 5 iskola tartott tájékoztatót. Nagyon ügyesek voltunk, azt tudom mondani, mert októberben még meg tudtuk úgy tartani zárt körben távolságtartással a szülői fórumot, hogy a szülők meghívásával is egy szülő, minden tanulónál, illetve az osztályból ugye a gyerekek és az osztályfőnök részvételével. 5 középiskola képviselője jött el hozzánk, nagyon köszönjük nekik. A széles körű tájékoztatás is nagyon élményszerű volt az iskolájuk bemutatása, úgyhogy ott nagyon sok lehetőség
vázolódott föl a gyerekek szemében, olyan is, amire esetleg eddig nem is gondoltak, mert az a hallott szó nem ugyanaz, mint mikor élményszerűen belelát egy picit egy iskola életébe. Úgyhogy azt köszönjük szépen, az még sikerült. Volt, aki még nyílt napra is eljutott az elején, mert propagáltuk, hogy most menjenek, mert később nem biztos, hogy lehet rá lehetőség, vagy nyílik rá lehetőség. Illetve középfokú intézményektől kaptunk még tájékoztatóanyagokat, amelyeket folyamatosan küldtünk ki szünet idején és digitális oktatás idejében is, online keretek között PPT-ket, kis tájékoztató filmeket. Úgyhogy van, aki Debrecenbe, van, aki Karcagon, van, aki Kisújszállásban gondolkodik, ki milyen intézményt választ. Most már a szülők a jövő héttől kezdődően kis csoportban érkeznek a 8. osztályfőnökhöz egyeztetni, szülői értekezlet keretében megbeszélni, hogy valóban mi az a lefixálódik lassan az a két, legalább két választási lehetőség, vagy három, kinél mennyi, amit szeretnének a gyerekek választani. A leendő elsősöket is megkeresték az adott lehetőség mellett, és most óvodai rajzpályázatot hirdettek nekik. Most azt tervezzük még az ismerkedés jelent, meghirdettük szeptember, vagy Szentpál napi rendezvényünk 25-én van, és erre mindig képzőművészeti versenyt hirdetünk. Most is környezetvédelem témakörben hirdettük meg ezt a versenyt, és erre várjuk az óvodások jelentkezését és munkáit is. Ez is egy lehetőség arra, hogy betekintést nyerjenek, hisz a díjazottakat el is hívjuk az intézményünkbe, nyilván olyan szabályok mellett, amik ezt megengedik, hogy a díjakat át tudjuk adni. Illetve mi abban reménykedünk, hogy februárban meg tudjuk tartani a farsangi felvonulást, ami mindig nagyon összehoz bennünket az óvodásokkal, mindig lelkesen vesznek részt ezeken a rendezvényeken, és március elejére tervezünk egy óvodásokkal való találkozást, foglalkozás tekintetében az óvónőkkel, a tanítónénikkel. Úgyhogy reméljük, hogy a Jóisten segít nekünk, és meg tudjuk ezeket a rendezvényeket valósítani. És akkor még három alkalmunk van találkozni. A februári farsangi felvonulást és márciusban a foglalkoztatásokat terveznek az óvodásoknak. Szeretnék megtartani a passiót is, ha a járványügyi helyzet engedi. Ma beszéltük a pasztorális bizottság tagjaival, akik a passióban a nagy részét kiveszik a passiós munkának, hogy nagyon jó lenne, hogyha az idén már a felkészüléssel, meg is van a csapat, tehát minden elő van készítve, már csak az a döntés híja van. Ha védőoltások megtörténnek, akkor reméljük, hogy el tudjuk kezdeni. Nagyon arra mutat, hogy csökkenni fog a járványügyi helyzetben a fertőzöttek száma, és akkor elkezdjük, hogy kialakítsuk az előadásnak minden egyes háttérmunkáját, és elkezdődjön a felkészülés. A karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban Tóth Barna igazgatóval az online oktatás tapasztalatairól beszélgettünk. Mint megtudtuk, már tavasszal egy jól átlátható online oktatási rendszert alakítottak ki, mert a sokkal nagyobb energiát emész fel, mint a tantermi oktatás. Szeptemberben ugyan a normál módban indult a tanítás, de a fenti rendszert aktualizálták, így amikor novemberben elrendelték a digitális oktatást, nem okozott nagyobb gondot az átállás. Egyre nagyobb százalékban jelenik meg az online oktatás, amikor élőben tanítanak a tanárok. Sarkalatos pont a számonkérés, de erre is törekszenek. Tavasszal rengeteg munkát fektettünk abba, hogy egy jól átlátható rendszert alakítsunk ki itt az iskolában. Olyat, amit a diákok és a kollégák is átláthatnak, és talán nem teszi őket tönkre teljes mértékben, mert őszintén be kell vallani, hogy sokkal nagyobb energiákat emészt fel egy ilyen szokatlan rendszerben való munkálkodás, mint ugye a hagyományos oktatás. És szeptemberben is úgy indultunk, ahogyan a központi irányítás el is várta tőlünk, hogy volt egy tervezetünk arra az esetre, hogyha ezt be kell indítani. Ez ugye novemberben megtörtént, és ezt a tavaszi rendszert igazítottuk még ki egy picikét, és finomítottuk olyan dolgokkal, amelyeket már azóta tanultunk meg. Tehát egyre nagyobb arányban jelenik meg nálunk is az online óratartás, amikor élőben tudnak találkozni digitális felületeken a diákok a kollégákkal, és igazából úgy gondolom, hogy rendben és nyugodt körülmények között folyik ez a dolog. Természetesen vannak nehézségei, a számonkérés és az ellenőrzés az mindig is sarkalatos pont volt a tavasszal is, tehát ezt azért nagyon nehéz jól megoldani, természetesen mi erre törekszünk, illetve a diákoknak is azért hiányzik a személyes kontakt a kollégákkal.
A 9-es évfolyamosoknak is volt 2 hónapja arra, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki velük, így ők is belerázódtak a digitális rendszerbe. Azt mondom, hogy hála Istennek, hogy szeptemberben viszont elindult normálisan az oktatás, és volt 2 hónapunk arra, hogy valamiféle személyes kapcsolatot kialakítsunk ezekkel a kedves új tanítványokkal, és így egy kicsit könnyebb volt visszazökkenni velük is, illetve belerázódni ebbe a digitális rendszerbe. Szepesi Tiborral, Karcagváros polgármesterével arról beszélgettünk, hogy milyen célkitűzésekkel indult az év, melyek voltak a legfontosabb feladatok, költségvetés tekintetében hogyan teljesített 2020-ban a város, hogyan tervezik a 2021-es év költségvetését, melyek azok a beruházások, amelyek lényegesek Karcag életében a következő évben. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm, polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy évértékelő interjúra. Jó estét kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm a meghívást. Polgármester úr, tekintsünk vissza az elmúlt évre. Milyen célkitűzésekkel, feladatokkal indult el 2020? Azért is sajátos kérdés ez most, mert nem az ön irányítása alatt kezdte meg a város 2020-ban, illetőleg folytatta a működését, hanem évközben egy sajnálatos esemény is történt. Beszélünk mindezekről. Talán egy picit még jobban visszamennék az időben, hiszen 2019 évvégét írtuk, amikor egy sikeres önkormányzati választás után megalakult az új önkormányzat, és valóban terveztük a 2020-as évet, természetesen akkor még Dobos László polgármester úr vezetésével. Ott álltunk a költségvetés tervezésekor, ott álltunk a célok kitűzésénél, hogy 2020-ban milyen feladataink lesznek. Természetesen átnéztük azokat a pályázatokat, amelyek folyamatban vannak, amelyeket szeretnénk elindítani 2020-ban. És ugye akkor ért bennünket a hír azokban az időszakokban, hogy a koronavírus járvány elkezdődött és terjed a világban. Ugye átléptünk a 2020-as évben, és még örömmel vártuk az egész éves feladatainkat, készültünk mindenre. Ugye végignézve nem olyan régén is a naptáramat, most meglepődve tapasztaltam, hogy az utolsó nagy rendezvény a városban, az a február elejé kolbászízesítő verseny volt, akkor lehettünk még, gyakorlatilag nem tudtuk, de akkor lehettünk utoljára együtt, és ünnepelhettük ezt a nagyon szép rendezvényt. Ugye a március 15-i ünnepséget már önállóan mindenki egyedül élte meg, hiszen nem lehetett rendezvényt tartani, nem lehetett együtt ünnepelni nemzeti ünnepünkön sem. Aztán ugye természetes módon elmaradt az összes olyan rendezvény, amelyet beterveztünk, egy picit megállt az élet, hiszen be kellett tartani azokat a szabályokat, amelyek mindannyiunk érdekében hozott meg a kormány, és természetesen mindenki látta azt, hogy ez nem egy megszokott betegség, nem egy olyan vírus, amelyel az előző időszakokban, legalábbis ma élő emberek találkozhattunk. Közben jött az a tragikus hír, ugye, hogy polgármester úr súlyos betegsége kapcsán kórházba került, ahol végül elhalálozott, és hát nagyon szomorúan viseltük ezt a hírt. Az ő temetését nagyon szomorúan élte meg mindenki, azt gondolom az egész város mélységesen megrázta ez az esemény és ez a hír. Ezután kellett ugye újra munkába állnunk, újra fölvenni azt a ritmust, ami nyilván nagyon nehéz volt egy ilyen esemény után, körítve azzal a helyzettel, amit aztán a koronavírus okozott. A nyáron egy picit föllélegeztünk, és azt hittük ott az augusztus 20-ai ünnepség sorozatban, ahol azért néhány rendezvényt meg tudtunk tartani, volt még, ha jól emlékszem, színházi előadás is, és talán még egy pici közönség részvételével lezajló koncert is a Dérinében. De aztán újra elérte Magyarországot is, és természetesen Karcagot is a koronavírus járvány. Arra nem gondoltunk, hogy ez lesz a nehezebb. Várható volt természetesen a második hullám, de az, hogy ilyen nagy számban éri el a városunkat, erre azért nem gondoltunk. Nyilván föl voltunk készülve, hiszen azok a szakemberek, akik a frontvonalban dolgoznak,
legyenek ők egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, a kereskedelemben, a pénzügyekben, a mezőgazdaságban, a tömegközlekedésben, és mindenkit felsorolhatnék, azért tudták azt, hogy komoly feladatok lesznek, és azt gondolom, hogy mindenki állt a sarat, és állja a mai napig a sarat, és ezt én köszönöm mindenkinek. De nagyon nagy erőfeszítés, azt gondolom, ezt a mindennapokban átélni és megélni. Itt tartunk 2020 végén, és még nem látjuk a végét. Az adatokból az látszik, hogy nagyjából most érte el korszakot is a teteje. Én nagyon nagy kitartást kérek mindenkitől. A legfőbb célunk természetesen az, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, hogy mindenki túl legyen ezen a helyzeten. Polgármester úr több szegmest érintett, hogy mik történtek ebben az évben. Kicsit bontsuk ezeket ki. Számos beruházás volt folyamatban, van folyamatban, és fejeződött is be ebben az évben. Melyek talán a legkiemelkedőbbek, amelyek elkészültek? Mindegyik fontos, hiszen valamit hozzátesz a város életében, valamit megkönnyít, valamit szebbé tesz. Valakinek olyan dolgot jelent, ami az ő életében is sokkal fontosabb annál, mint ami előtte volt. Ha ki kell emelni, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges azokat a pici beruházásokat is, amelyek kicsit a komfortérzetet javították, tehát a járda, a kátyúzások, az útfelújítások, azok az új parkolók, amelyeket sikerült kialakítani a városközpontban is, hiszen ezek a mindennapi életünk velejárói és könnyítői. De megemlíthetném azt a rendezvényközpontot, amelyet az Akácsliget fürdőben tudtunk átadni, és megemlíthetem természetesen, amely a végéhez közeledő beruházás, de a piac csarnok környékének a rendbetétele, az új vásárlótér, az mindenképpen egy olyan beruházás, amely tényleg a mindennapjainkat fogja szebbé és jobbá tenni. Nagyon sok kisebb beruházás is volt, ahogy mondtam, a parkoló felújításoktól kezdve, az árok lefedésig, a belvízvédelemig. Mondom még egyszer, mindegyik fontos számunkra, független attól, hogy mekkora volumenben zajlik le. Költségvetés tekintetében hogyan teljesített Karcag ebben az évben? A pályázatoknál is elmondható, hogy nagyon sok átcsoportosításra volt szükség, ahhoz, hogy egyrészt folytatódni tudjanak és folyamatosan tudjanak zajlani, hiszen a vírus mindent felülírt, és természetesen a legnagyobb költséget a vírus elleni védekezésre kellett fordítani. Többször került a háztartásokba a védekezéshez szükséges maszk, többször vittünk az intézményekbe olyan kézfertőtlenítőt, olyan védőruhákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindenki egészségben tudja átvészelni ezt a helyzetet. És természetesen erre fordítjuk a jövőben is a legnagyobb figyelmet, hiszen ez a legfontosabb, a tesztelések, meg a tesztek megvétele, ugye a különböző intézményekben dolgozóknak a tesztelése, a szociális otthonban lakóknak a tesztelése, ez mind-mind olyan komoly anyagi ráfordítást is igényel, ami a költségvetés természetesen befolyásolta. Ennek ellenére egy stabil költségvetéssel tudjuk zárni ezt az évet is, hiszen a bevételeink nagy részt teljesültek annak ellenére is, hogy ezeket az átcsoportosításokat meg kellett lépni, és természetesen az állami védekezéshez is hozzá kellett járulni ezzel. De azt gondolom, hogy tudjuk teljesíteni, jól tudjuk teljesíteni, és szerintem a jövő évi tervezésnél is ezeket figyelembe tudjuk venni. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Híradónk végén a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Balesetmegelőzési Bizottság tanácsai következnek a havasúton közlekedőknek. A meteorológiai előrejelzések szerint a napokban havazás várható, amely másfajta közlekedési körülményeket teremt. Ehhez a legtöbb járművezető nincs hozzászokva, vagy rosszabb esetben nem hajlandó figyelembe venni. A balesetek megelőzése érdekében kérjük a járművezetőket, hogy indulás előtt tisztítsák meg az autójukat a hótól, hogy a kilátás minden irányba szabad legyen. Vezetés közben ugyanis nem csak előre kell figyelni, hanem a két oldalsó irányból érkező gyalogosokat, kerékpárosokat és a többi gépjármű vezetőt is szükséges észlelni. Ha eddig még nem tette meg, sürgősen szereltesse fel a téli gumit, mert 7 Celsius fok alatt a nyári gumik tapadása nem biztonságos. A téli időszak jellemző baleseti okai a pálya elhagyással járó és a nem megfelelő követési távolság megtartásából eredő baleset.
A vezetéstechnikai hibákból hamarabb baleset származhat, például az egymáshoz túl közeli haladás, a hirtelen gyorsítás és fékezés, az útkanyarulat nagy sebességgel való megközelítése, vagy a hirtelen erőteljes fékezés. A járművezetőknek óvatosabban kell a jármű gyorsítását, lassítását elvégezni. A fékpedált különös gondossággal kell kezelni. A sebességhatárok betartására még jobban oda kell figyelni, sőt, amennyiben szükséges, a KRESZ által engedélyezett sebességnél is lassabban közlekedjünk, hiszen alkalmazkodni kell a megváltozott útviszonyokhoz. A biztonsági övet mind a járművezetőnek, mind az utasoknak be kell kapcsolni, még akkor is, ha csak rövid távon közlekednek. A mobiltelefon használatát kerülni kell, hiszen rossz látási körülmények között még jobban koncentráltnak kell lenni valamennyi járművezetőnek. Kellő óvatosságot és balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaptv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!